Ez a konténer az egyik 200 millió forintos pályázat részeként került ide. A Faddi önkormányzat összesen 400 millió forintot nyert arra, hogy itt és egy közeli utcában javítsanak a helyiek életkörülményein. Három szociális bérlakást fogunk építeni a pályázat segítségével, és kettő házat pedig egy kicsit felúj, komfortosabbá tenni tulajdonképpen. Ezen kívül készül két úgynevezett csillagpont, ahol magában a szegregátumban, ahol mosási lehetőség, a gyerekeknek tanoda, és kulturális, illetve egyéb társadalmi összejöveteleket lehet majd csinálni. A pályázatoknak köszönhetően nagyjából 200 helyi életkörülményei javulnak majd jelentős mértékben, és az építkezések mellett képzésekre is bőven jut pénz. Erre szintén 200 millió forintot költhet a település. Állásajánlatokon meg tudjanak felelni, illetve OK és egyéb képzéseket, a targoncás, boltéladó, köműves, térburkoló, tehát ezeket a képzéseket próbáljuk meg ezekben a szegregátumokban. Ezek tulajdonképpen egy-két utca ez a falunak a végén, zömében cigánylakosságú, de nem teljesen. A 200 millió forintos fejlesztés sorozat tavasszal kezdődik el Faddon, az ezekhez kapcsolódó képzések pedig néhány héten belül.